A Szélmalmi Fogadóház udvarán a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 17 tagja tartott bemutatót a Hungarikum birkapörkölt készítéséről. Itt is apáról fiúra szállt a főzés tudománya. A titka a jó birkának a kiválasztása, egy jó alapanyag, onnastól kezdve már nem is lehet elrontani, de igazából Karcagon ugye az alapfűszerek beletételétől kezdve más nem is kell beletenni, a kis paprikát, sót, fokhagymát, vöröshagymát beletesszük, akkor innestől kezdve egy jó birkával nem lehet elrontani azt a pörköltet. Úgy gondolom, hogy az eltelt 9-10 év alatt, amióta gyakorlatilag járjuk az országot, egyre többen akarják megkóstolni a karcagi birkapörköltet, és ezt a karcagit, tegnap például egy bajai házaspár telefonált, hogy ők itt jönnek el Szoboszlóról hazafelé, és minden áron még sose értek, de meg akarják kóstolni, mert hallottak róla, tehát ez nekünk ez nagyon jó. Azért szeretünk elmenni egyébként tényleg a Dunántúra, nyírségbe, olyan helyekre, ahol kevésbé eszik a birkát, mert ezt már megtudják, ezt szeretik, tehát az ővékét nem szeretik, mert nem tudják jól elkészíteni. De a mi birkánk az egy teljesen más étel, amit mi készítünk, és amikor egyszer ezt megkóstolja valamelyik, az visszajön ide minden évben. A főzők között voltak általános, középiskolás fiatalok, felnőttek és szépkorúak is. Az Egyesület most kapta meg a várostól a székhelyként a fogadóházat, így több hasonló főzési bemutatót szerveznek majd a későbbiekben.